Na, ebben a videóban elmondom, hogy lehet vízvezetéket fektetni saját telken belül. Utána néztem az interneten, a YouTube-on a kritériumoknak mit, hogy kell csinálni, amiből megtudtam. Én, mivel nem értek semmihez, megtudtam, hogy fagypont alá kell rakni. Ezt mondjuk sejtettem, hogy fagypont alá kell rakni, de hol van az a fagypont? Úgy olvastam, hogy ilyen 70-80 centi vagy annál mélyebb, úgyhogy akkor én ások 90 mélyet, és a vízoroknától teljesen a kert végéig, közben lesz egy kerti csap félúton, illetve egy végén a kert végi csap, oda fagycsapot fogok rakni, PVC cső följön, kis tekerővel majd el lehet zárni a fagycsapot, az aljára egy kis murvát, hogy nehogy sár legyen ott én nekem, vagy bármi, a egyéb problémák miatt ne kelljen újra kiásni, úgyhogy jelenleg így áll a helyzet, oda kikraftoltam a fűtéglákat vagy gyeptéglákat, amiket majd hátra viszek a kertbe, és lesz belőle egy kis üves járda, tehát át lesz telepítve, úgyhogy ezt gamer berkekben egyébként kraftolásnak hívják, főleg a Minecraft világban hallottam én erről, úgyhogy én most jelenleg 3D virtuál kraftolok, hát még gyémántot se találtam, de rengeteg füvet termeltem ki, gyepkockát, ez a gyepesi féle kivitelezés. Na most ugye itt vagyok félúton, arra még ott vannak a helyükön a gyepkockák, úgyhogy amiket majd mindjárt ásóval én, várjál, hogy csak az ábra hogy mutatja, igen, tehát így ebbe a beton kemény földbe, így fogok kikraftolni, úgyhogy hát jelenleg ennyi látszik, hogy tehát itt végigböktem ásóval mindkét oldalát, hogy majd utána felszeletelve kis négyzetekre vagy kockákra ki tudjam kraftolni a felső gyepszőnyeg réteget, és utána ásunk lefelé. Úgyhogy jelenleg egy ilyen kis csík látszódik, nem kis meló, a talpamot már szép is vágta frankon az ásó, de nem probléma, utócipő ezt is bírja, úgyhogy ott a ujjasor végén van az árok tervének a vége, ott pedig az utca felé az árok látszólagos kezdetének az eleje. Ezt gyorsan kilapátolom, mert még mindig tart a karantén, minden konditerem zárva, úgyhogy amíg a termek megnyitnak, addig itt kicsit lekraftolom és leedzem magam. El kell, hogy mondjam, hogy akinek az apja azt mondja, hogy az igazi erőt, vagy az igazi izmokat a kertben, vagy építkezésen, vagy ásáskor lehet megszerezni, hát üzenem, hogy a nagy ló, mert se a bicepszem nem nőtt, pedig kiástam a teljes házalapját. A derekam persze megerősödött, szépen fokozatosan napról napra egyre többet ástam, nyilván kreatinnal, SciTech biotekes kiegészítőkkel és nitroxal és limbosszal, és utána még fehérjét is ittam, de valahogy a hasam az nem lett kockás, sőt inkább kis hasitasit növesztettem, és ha nem eszek, mint egy edzős fogyókúrás diéta mellett, ugye, akkor erő sincs az ásáshoz, tehát azért ez nem úgy működik, és ezt tudtam, és el is mondom, hogy a konditerem az ilyen kamusport, meg mit tudom én, és az igazi erőt azt itt lehet kifejteni, vagy felszedni, megtanulni, az izmokat megnöveszteni, mert ebből, hát én még nem láttam építőmunkást kigyúrtatna, tehát ritka, mint a fehér holló, vagy csak kiár az építkezésre amúgy meg. Na mindegy. Ja, és az sem igaz, hogy szeded ezeket a gyúrós cuccokat, és edzés nélkül azok hatnak, mert én most már idestóval lassan másfél hónapja tart ez a karantén, és ugyanúgy szedem ásás előtt az edzős cuccokat, és a bicepszem se a vállam nem hogy nőtt, hanem inkább még sorvad, csofad. A hasam se kockásodik, hiába vagyok éhes és diétázva, próbálok ásni, már alig bírom el az ásónyelet, de még mindig nem kockás a hasam. Úgyhogy idestóva 2020 év elejéről üzenem mindenkinek, hogy ettől nem leszel se kigyúrt, se lefogyott, se szákás, se fit, hogy ilyeneket csinálsz, max a derekad fog tönkre menni. De mindenek előtt haladjunk tovább.